Mielőtt átadnám gyorsan a szót Tudás Áginak és Barka Nikinek, akik majd beszélgetni fognak, röviden a pocakról egy-két szót, hogy mindenki tudja. Tehát igazából egy online kezeléscsomagot nyújtunk a szétnyílt hasizom legyőzésére édesanyáknak. És miért is vagyunk itt a tőkeportálon? Azért a 15 millió forint tőkét keresünk 15% részesedésért cserébe, hogy a pocakból egy érett, teljes mértékben világszinten piacképes terméket tudjunk létrehozni, és azt be is fizessük egyébként egy-két országban. De, mint mondtam, inkább jöjjenek azok, akiket úgy gondolom, hogy ma a fő szerep, akik itt a fő szerep a mi oldalunkról. Egyrészt Barka Niki fog beszélgetni, aki a pocak csapatán belül a mindenféle emberi kapcsolatért felel, így ő felel az anyukákkal való kapcsolatért is, és ő beszélget Tudás Ágival, aki egyrészt egy régi ismerősünk, másrészt pedig ebből másfél hónappal ezelőtt szült, és utána szembesült azzal, hogy szétnyílt a hasizma, jelenleg pedig ezáltal a pocak egyik felhasználója is. Hölgyeim, vegyétek át a szót, kérlek. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk. És ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki már előzetesen kifejezte a támogatói szándékát, illetve a rengeteg pozitív visszajelzést, amit kaptunk eddig az anyukáktól, hogy így támogatnak tényleg minket abban, hogy ez a projekt ez újráéledjen. Úgyhogy több oldalról igyekeztünk ugye megnézni a pocakot, mint terméket, ám számunkra sosem titkolt cél az, hogy folyamatosan az anyukák lebegnek a szemünk előtt, és ők vannak a középpontban. Úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy egyrészt ugye elhívjuk Ágit, aki a személyes tapasztalatai alapján fog beszélni erről, mint anyuka, másrészt meg ugye én fogom kérdezni, aki folyamatosan tartja ugye a kapcsolatot az anyukákkal. Ági, kicsit mesélnél-e magadról, illetve gyönyörűséges leányodról, aki áprilisban született? Sziasztok, Dudás Ági vagyok. Szakmámat illetően jogász, de most ugye már április óta anyukaként funkcionálok. Akkor született meg április 21-én a kislányom Lilla, és már korábban rájöttem arra, hogy lesznek itt problémák, mert már azt hiszem, talán 6 hónapos terhes voltam, amikor elkezdtem látni a pocakom alakján, hogy ott középen van egy ilyen kidudorodás, amiről már sajnos akkora tudtam, hogy az a szétnyílt hasizom egyik elkerülhetetlen ismertetőjele. Ugye ennek az az egyik oka, hogy egészen sokat sportoltam, mielőtt várandós lettem, sőt még decemberben és januárban is aktívan mozogtam, de már érződtek ezek az előjelek, hogy az én feszes hasam az ugye a növekedés miatt különböző módon próbálja a babának a teret biztosítani, és ez az egyik mód, hogy ott meglazult a hasfal. És ezt más anyukáknak mondom, hogyha esetleg hanyat fekszenek, és megemelik a fejüket, és még kismamák, akkor fogják látni, hogyha kidudorodik egy, hát nem szép nevén alien-nek becézett dolog, akkor számíthatnak arra, hogy később majd tornázniuk kell, hogyha ezt a hasizmot szeretnék visszaállítani. Ismerek egyébként más kismamákat, ott voltunk a kórházban, igen, egy kórteremben, és ott volt egy lány, aki ilyen jó húsban lévő volt, neki például nem volt ilyen problémája, mert ez általában azokat a csajokat érinti, akik ilyen szikárabb alkatúak, tehát náluk biztosan kijön, a többieknél meg vagy kijön, vagy nem. Tehát, hogy innen indultunk, szóval volt egy pár hónapom készülni arra, hogy majd sokat kell tornáznom, ha megszületik a baba. Egy kicsit azért később kezdhettem, mert ugye úgy van a pocak protokollban, hogyha császárral szül valaki, akkor az első 4 hetet azt a regenerálódás miatt ki kell hagyni, és nem szabad még olyankor terhelni a hasfalat, csak azt követően, hogy a hegek már egészen jól begyógyultak. Úgyhogy én utána kezdtem el a pocakos programot, és mindig éjszaka, amikor föl kellett kelni, és sétáltam a babával már a szoptatást követően, akkor mindig ezt a légzős gyakorlatot csináltam, ami az első gyakorlat, és próbáltam tartani a hasfalamat, és néztem, hogy megy ez egyre jobban. És nagyon örültem nekem, amikor már sikerült átlépnem a második szintre, és megtartanom a levegőt meg a hasfalamat. Ezt, hát nem tudom, ugye az anyukák akkor csinálják ezeket a gyakorlatokat, legalábbis magamból kiindul, amikor éppen ráérnek. Például erre az éjszakai sétálás a babával, az egy tökéletes lehetőség. Később majd lesznek, hogy vannak olyan gyakorlatok, amikhez le kell feküdni, az már nem babás, ott akkor kell vagy az, hogy aludjon, vagy az, hogy valakit be lehessen vonni, aki éppen akkor cipeli.
szerencsére nálunk van ilyen, akit be lehet vonni. Hát köszönjük szépen, hogy beszámoltál erről. Igazából nagyon izgalmas maga az egész kampány, és ahogy Ági is részben említette, ugye mi nekünk nagyon fontos az, hogy ez az alkalmazás, vagyis jelen pillanatban alkalmazás, de hogy át szeretnénk költözni a ti segítségetekkel webre, teljesen az anyáknak szóljon, úgyhogy a kezdeti fázistól odafigyelünk arra, hogy olyanná alakítsuk ki ezt az egészet, ezt az egész online edzés programot, ahogy az anyukáknak a legmegfelelőbb, és ahogy Ági is említette, hogy tényleg akár ilyen lopott percekben is lehet ezeket a gyakorlatokat alkalmazni. Van egy pár különlegessége egyébként a pocak, mondom, jelen pillanatban alkalmazásnak, ahol kifejezetten még jobban, ugye maga a pocak inkább azt mondom, nem csak arról szól, hogy gyakorlatok vannak benne, hanem extra tanácsokat ad még az anyukáknak, hogy a különböző életszakaszaikba, mindennapjaikba hogyan és miként figyeljenek oda magukra. Ági, esetleg mesélnél erről a tapasztalásodról? Hát szerintem az egyik legfontosabb dolog, amit minden anyukának meg kell tanulnia, ha máshogy nem, akkor a saját kárán, az az, hogy hogyan kell fölkelni az ágyból. Hogy az, amíg nem vártatok babát, meg amíg nem szültetek, addig ez olyan triviálisnak tűnik, hogy így fölülsz. De hogyha megnézed, akkor hasizomból ülsz föl, és azon a ponton, amikor a hasizmod nem annyira erős, vagy pont attól, hogy szétnyílt már, és nem annyira terhelhető, másra kell figyelni, és ez az oldalra fordulsz, és óvatosan feltolod magad, és utána fogsz felállni. Ez egy olyan alapmozdulat, amit szerintem a kórházban az összes anyukának azonnal tanítani kéne, mert hogyha erre nem figyelünk, akkor még jobban szét tud nyílni a hasfal attól, hogy további terhelés éri akkor már, amikor egyébként meg van lazulva. De ugyanilyen az, hogy mondjuk hogy kell kivenni a babát a kis ágyból, vagy hogy egyébként amikor viszem, akkor őt hogy emelem meg, vagy hogy tartom meg, vagy azt a hordozót, ami egyébként önmagában is legalább 5 kiló, meg ha belerakom a gyereket, akkor már 10 kiló, azzal, hogy közleked. Ezek mind olyan praktikák, amiket, hogyha tud valaki, akkor nagyon sokat tud segíteni saját magának, hogy egészségesen, vagy minél egészségesebben, és nem tudom, testbarátabban álljon ehhez az egészhez hozzá, és ne rombolja tovább azt, amit építeni kéne. Meg az jutott még eszembe, hogy így a pocakon belül, ami nekem óriási segítség, hogy ugye van a Bajzik Évi, szerintem ő már volt korábban, és hogy lehet szakértői segítséget kérni. Tehát, hogyha tapasztalok valamit a saját testemmel kapcsolatban, amit korábban nem, mert ugye nagyon sokat változott a testem, akkor meg tudom tőle kérdezni, és ő tud úgy, nem tudom, kérdéseket föltenni, hogy együtt elég hamar rájövünk arra, hogy mi az, ami változott, vagy mi az, amit nekem változtatnom kéne ahhoz, hogy valamit minél pontosabban, vagy jobban tudjak végrehajtani, akár a gyakorlat során, akár egyéb mozgásokban. Például az egyik ilyen nagyon hasznos tanács az volt, hogy nyújt csak az elején minél többet, tehát ne azzal kezdjem, hogy aktív mozgás, hanem hogy kezdjem azzal, hogy nyújtok, és akkor tudom a testemet fölkészíteni arra, hogy mozogjak.